Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban egy kicsit nagyon kaszabolni fogunk, ugyanis szeretném elkezdeni a Metal Gear Rising Revengeance végigjátszását, ami, ha minden igaz és jól emlékszem, 2013-ban jelent meg. Egész pontosan nem tudom, hogy milyen platformra, de hogyha tippelnem kellene, akkor előbb jelent meg PS-re, és aztán később adták ki PC-re. Na most én PC-n fogom játszani, meg is mutatom, hogy milyen beállítások mellett. A felbontást, ezt a Full HD-t senki ne higgye el, egy külső program segítségével én ezt felhúztam 1440p-re, mert a játék nem támogatja Full HD-nél nagyobb felbontást, ami egyébként egy nagyobb monitoron, mint például az enyém is, egy 27-es monitor, ez elég hülyén néz ki, tehát hiába az élsimítás pixeles, meg csúnyán lesz a játék, úgyhogy kellett egy külső program, és annak a segítségével bármilyen felbontást be lehet állítani a játéknak, és rendesen egyébként problémamentesen támogatja is. Az élsimítás az 8-szoros, ugyebár a filter az 16, egyedül a motion blur-t kapcsoltam ki, mert az nekem nem kell, és ilyen beállításokkal játszok, viszont a hangot még megnézem, mert azt szeret huncutkodni, hogy felugrik 10-re, és akkor beszakad a dobhártyám, de szerencsére ez most nem történt meg. Szóval Metal Gear Rising. A főszereplő Raiden lesz egy zsoldos, akit felbéreltek arra, hogy az afrikai elnököt védje meg. Ez az alapsztori, mélyebben nem szeretnék belemenni, majd ahogy haladunk a játékba. És mint mondottam, ez egy hack and slash játék lesz, tehát eléggé ellentétes stílust képvisel, mint a Solid játékok, mert még a Solidban lopakodni kellett és taktikázni, ebben menni és ész nélkül darálni és kaszabolni ennek a gyönyörű karnak a segítségével, amit itt látunk a menüben, Raidennek a kezében. Na, szóval, mindjárt elkezdjük a játékot, tehát annak ellenére, hogy Metal Gear játék nem sorolható a Solid játékok közé, így külön történetet is kapott, tehát egy teljesen különálló játékként is tekinthető rá, bár ha jól emlékszem, Raidennek a karakterét már meg lehetett ismerni valamelyik Solid játékban, és ha minden igaz, nem is tudom, hogy melyik Metal Gear most, vagy a 3, vagy a 4-nek a történései után játszódik, de mint mondottam, nem köthető össze a korábbi Metal Gear játékokkal. Na, szóval nézzük akkor, hogy Raidennek hogy sikerül ez a küldetés, amivel megbíztek, hogy meg kell védenünk azt az elnököt. És hát én játszottam ezt a játékot már hardon, és nagyon nehéz, úgyhogy nem szeretném hardon. És indítunk egy tutoriát. Hát nem indítunk tutoriát, ugye a játéknak a mechanikájával én tisztában vagyok. Tehát én ezt a játékot nagyon régóta el szeretném már kezdeni, és most nagyon örülök neki egyébként, hogy végre időt tudok rá szakítani. Mert a Devil May Cry 5 megjelenése, meg a végigjátszásom már nem most volt. És közvetlen utána szerettem volna ugye elkezdeni. Na, itt az elnök, akit meg kell védenünk. Nos, nyilván kitalálhattátok, hogy valami gebasz lesz, és helyre kell hozni. Tehát ahhoz képest egyébként, hogy a játék már 6 éves, ugye? 6, jól számolom, 13, jövőre lesz 7 éves februárban. Tehát egy 6 év, majdnem 7 éves játékról van szó, tehát nem egy mai darab, de szerintem még most is megállja a helyét grafikailag. Igen, a cinematikok, és itt van Raiden. Milyen fes úri ember ebben az öltönyben. Na. Szóval a cinematikok 30 FPS-re vannak lokkolva, de a játék az 60-nal fog futni szerencsére. És remélem, hogy nem lesznek ilyen FPS droppok, mert régen nekem voltak. Tehát egy Devil May Cry szintű látványos akció játékra kell számítani tulajdonképpen. De majd meglátjátok, tehát aki ismeri a játékot, az ismeri, aki nem, az majd most. Én imádtam, tehát én kétszer vagy háromszor annó végigjátszottam, én imádtam minden percét. És a zenék benne. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. The same about you, Mr. Prime Minister. Nagyon menő az a szemüveg.
Gondolom ez a megálló, ez nem normális. Valaki az utunkat állta, tehát így egy embert ránk küldenek, érted? Egy nagyon felfegyverzett konvoj ellen egy embert. Tehát a túlzások már most kezdődnek, és 5 perce megy a felvétel. Azt figyeld. Hát én téged ismerlek, hát te Sam vagy, ugye? Te Sam vagy. Hú, menő az a kart. Nem fog ő odébb menni. Figyelj, figyelj. Nem. Az nem ér ellene semmi. Figyelj. Igen, srácok, ilyen szintű kaszabolásra kell számítani. Tehát ez nem csak videóban van így. Játék közben is ennyire fel lehet szeletelni mindenkit. Ezt a játékot azzal is harangozták be, hogy itt minden cét lehet majd vágni. Mindent is. Sam az kemény fiú, meg kell hagyni. Nem, rá még emlékszem. Szia. Szép a mosolyod. Cyborg. Igen, megtámadtak minket. Figyeld a rakétát, azt figyeld. Aha, jó van, megjött az erősítés szemnek, úgy néz ki. Wow! Ezek a fiúk nem szaroznak, ezek felkészültek elég rendesen. Dehogy fogunk meghalni. Odafigyelj, bízz ide, itt vagyok. Igen. Üsd el őket a francba! 12 óránál, barátok, Raiden, azt figyeld! Kezdődik! Azt figyeld! Én is így dobom le a textilt minden este. Azt figyeld! Szia, Raiden! Mondjuk azt a magas sarkút sose értettem, hogy az hogy kényelmes, na mindegy. És azt figyeld, a karbon! A kar! A kard, amivel végig fogunk szeletelni mindenkit. Azt figyeld! Kezdődik. Egy olyan 6-8 óra tömény akció és darálás fog most következni. Figyeljétek, csak így. Csak így ennyire lehet a szabolni mindent. Autó, figyeld. Szalaszéje lehet vágni minden. Na jó van, ninja run. Ennél gyorsabban nem tudunk futni. Hopp. Azt figyeld, hopp. Szevasz. Ja, az már nem él. Mögöttem! Jó, azt hiszem elfogytak. Tehát így ilyenre kell számítani. Figyelj, hopp-hopp. Néha egyébként nem értem ezt a kardot, tehát néha olyan könnyen kettét tudok vágni vele bármit. Néha meg 600 vágás kell valamiben, hogy megadja magát.
Ő az első boss. Kurva jó zenéje van. Ja, nem tudom, hogy említettem-e. De csak azért kezdtem el most a játékot végigjátszani, mert egyik nap játékzenéket hallgattam. És így random bedobta a, ennek a bossnak a soundtrackjét. És rögtön kedvet kaptam a játékhoz. Hello, kopasz! A te nevedre már nem emlékszem, de menő a kardod. Így. Hello, mi? Ócsém. Mi ez a fejetlenség? Figyeld, viszik az elnököt? Aha, na jó, mi is ide értünk. So you're Jack. What do you want with the Prime Minister? I want him dead. Ja, csak holtan akarja látni. Nothing personal, of course. Ja, semmi személyes. Africa's just getting a bit too peaceful. Uh-huh. What? Business ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer. Don't do it. Nem teszi meg még. Don't ugye? Worry now. Ugye? I won't. Not while he's still useful. So long. Ez az! Ennek a bossnak van egyébként a legjobb zenéje az egész játékban. Igen, van egy Metal Gear-ük itt. Elég hülye itt a kamera kezelés. Nyugi van, Boris, majd én intézkedem. Hú, lázer! Nem kell neked ez a fegyver ide. Anyára. Erre csak vissza. El se kell neked, ugye? Ez az. Mindjárt megadja magát. Ez se kell neked! Oké, okay, leszedjük, nem kell aggódni, ezt figyel. Hát ez az ender. Azt a rohadt!
Hú, ezt nem hiszem el. Very good. Úristen, nagyon fogom... Nagyon fogom élni ezt a játékot. Nem tudom miért, nem kezdtem el hamarabb. Hú, könnyesre nevettem most magam. Ez annyira jó volt. Fú. Nem tudom, hogy mikor élveztem egy játékot ennyire. Menj már! Jó van, nyugi, használom, én tudom, hogy kell. Azért nem kértem tutoriát se a játék elején. Jó van, elkapjuk már, nem kell aggódni. Gyere csak vissza! Spoiler, nem halt meg. Ja, még működik. Ezt nem tudom, hogy miért kaptam, amikor átugrottam. Nesze, nem kell ez nekem. Na mi van, mi? Ő, ezt kaptam. Várja. Na mi van? Au. Azaz. Az elkapott. Raiden! Jó. Ezt nem így kellett volna. Hanem így! Kapd szét! Kapd szét! Az S-rankot attól még megkaptuk. Ha, hú. Oké, volt benne egy baki, de belefér. Jó, hagyott tudsz ugrani, haver. Vigyázz, jövök! Hát ez mediális. Ah.
Na, mehetünk tovább. Hú. Zseni ez a játék, imádom. Imádom ezt a játékot. Ezek a kopasztak még... Túl kevés, túl későn, hős. Ezek a kopasztak még mindig nem jut eszembe a neve. Áú! Ennyire azért nem unalmas a játék szám, hogy elsítosz. Stop him. You ain't listening. Mind if I got in? All we're saying. Give war a chance! Igen, tehát ezt ki nem látta előre, hogy a minisztert meg fogják ölni. Vagy elnök, miniszter. Eljelen megy. Jó van. Haver veled még majd tárgyalunk. Öcsém, tiszta vér lett az öltönyöm. Hey. Védekeznék amúgy. Hey, kelj már. Ez így nem lesz jó, hello. Self taught and not half bad. Still. Your technique lacks something. Ow! Gyere vissza! Áú! 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 Now I see. You deny your weapon its purpose. Áú! Kicsapta a szemünket. Blood of your enemies, but you hold it back. No. My sword is a tool of justice. Ja, az igazság eszköz a fegyverünk. Ezt még majd pár szó el fogja mondani. Come on.
Igen, ez mondjuk eléggé menő mozdulat volt. Lecsapta a kezünket. Megint. Most aki kicsit képben van a Metal Gear történetével. Raidennek hányszor vágták már le a kezét? Hát... erre mind képesek vagyunk. Jó van, de most már csak játszadozik velünk, tehát tudja, hogy semmi esélyünk nincsen. Mondom, csak itt játszadozott velünk. Hát, elég szépen elbántak velünk, és... itt vesz igazából kezdetét az egész történet. Lucky devil. Ja. Úgy sem mentek vele semmire. Azt figyeld, hallod, így a semmiből nesze rakétavető mindenkinek. Aha. Ja, hát. Ezt is ki nem látta előre. Nagyon felkészültek a srácok. Fetrengünk a saját vérünkben. Na, szóval a küldetés, amivel megbíztak minket, nagyon csúnyán elbuktuk. Tehát a célszemély, akit meg kellett volna, hogy védjünk, meghalt. Raiden, akit irányítunk, nagyon súlyos sérüléseket szenvedett, úgyhogy konkrétan most már csak egy kezünk van, meg egy szemünk. Tehát, na, menjünk akkor szépen tovább. Kaptunk 5000 BP-t. Ezeket majd lehet egyébként fejlesztésekre költeni. Menjünk szépen tovább. És... tehát itt veszi kezdetét a játék. Tehát ez a kudarc... ez arra volt jó... hogy Raiden bekeményítsen... és... bosszút akarjon állni. Úgyhogy innentől kezdve a bosszú fogja vezérelni. Ja, és hozzáteszem, hogy kaptunk egy új testet. How is it, Raiden? So far, so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic nerve? Yes, I should hope so, huh? Annyira, de... annyira... to fly like a bird. Menő, az a ruha. Hát hallod, nem jutok szóhoz, hallod, hogy teljes, kész, végem van. Just relax and enjoy the ride. Ja, élvezzük az utazást. Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. One, seizing nano repair units from your foes. And two, absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me. Is a combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. Ah, feltuningolták a bal kezünket. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the world come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize. Ki gondolta, I see land.
ezek a beteg tudósok, doktorok, ezek mind németek, ki gondolta volna. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC. Humani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. Yeah, őket kell megállítani. The immediate problem is Jetstream Sam. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country. But keep an eye out, Justin. Oh. Sorry. Ready for insertion. Szuperhős landolás. Na, ilyen az igazi szuperhős landolás. Zseniális. Imádom. Na menjük, csapjuk szét pár segget. Raiden, you landed safely, da? First head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on codec if you have... Nem bántjuk a macskát. Itt lent egyébként van valami szét? Sose néztem itt szét. Nézzük már. Én vagyok a favágó. Nem, úgy néz ki, hogy nincsen sem. Jó, hát figyelj, egyszer valamikor meg kell, hogy nézzem. Oh, hello, mi? Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? To parry incoming here, throw out your own barrage... Ó, a rohadt gránát oda. Hát ezek elfogytak. Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Mm-hmm. Yeah, they still don't even count PMCs. So, kam itt pakolgatja ide oda azt a kávés bögrét? With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name, only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder. Where'd Desperado find these guys? I'm not complaining.
They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Ah, igen, ez kicsit hideg volt. Let's get to work. Time to increase the peace. Szóval én csak egy kaszás vagyok. Menjünk is, lekaszálunk mindenkit. C. Miért nem tudok mozogni? Raiden, this is Boris. Give me your status. Looks clear. Előbb beszéltem a központtal. Good. Let's recap the route. Akkor nem lehetett volna megkérdezni, hogy mi a státusz. The enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolsayev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a desperado captain. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Ott fent van valami tárgy. Aha. Látom már, hogy megyek oda. Állj, itt van egy láda. Kérem. Ezt nem lehet szétvágni, de itt megint van egy ládikó. Ezt is kérem ám. Jó. Anyád. Bármi is az nekem kell. Szükségem van rá. Kösz. Hostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them or approach from behind. Aha. Vannak ilyen stat killtek. Excellent, Raiden. Ezt is kérem. Na, kezdődhet akkor a igazi dara. Raiden, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Balra már látok egy rakétást. Radar and IR data to construct your AR display. Két gépfegyveres ott a távolban. Megint egy rakétás. That is not good. Atyátok. Aha. Láda. Ó, gránát. Nagyon jó. Na! Azt a muksót itt el kéne, hogy kapjam hátulról. Szevasz! Vagy ez a rakétás, ez meg pont erre jön. Vajon meddig megy el? Jó, azért itt is lehet lopakodni. Fordulj meg, haver. Úgy, jó fiú. Ez az. Ennyit a lopakodásról. Észrevettek minket. De szerencsére csak ezek. Ott is volt egy gránát, kérem.
Jó, haladom szépen tovább, hát most... Erre csak. Felszkennelünk itt mindent. Jó. Hát nincs más hátra, csak előre. Hello, haver! Mit tehén? Ezt kérem, ez életet tölt vissza. Ne most! Ugye Windows Defender. Hey, haver! Viselkedjél már! Köszi! Na mi van? Vagytok még? Küldjél már még ilyen tehenet rám, légy szín. Ó! Oh. Very good, Ryder. Now, keep heading for refinery. Ott. Oda én itt fel tudok menni? Elvileg. Itt van egy ládikó. És ezt miért nem tudom kinyitni? Ja, de. Oké, ki tudtam. Sorry, nem szóltam. Figyeld, ott a tehén. Ott is van egy láda. Az is kell. Gyere ide, ládikó! Ide vele. Mit tartalmazol? MBP-t. Jó. Na jó, szóval, itt vannak. Ó, figyeld már, rakétavető. Adsza ide. Mivel... Ja. Aha, jó, megvan. Ajaj. Azt valahogy ezeket. Lopakodva kellene, hogy ne vegyenek észre. Úgy. Nani? Anyádat a rakétába. Nice try. Na azt így, üljön a tehén. Ne ugráljál el, légy, kérem a rakétát. Na, itt lent harcoljunk, gyere. Hol az a rakétás? Gyere ide! Halad 5 év, mire betárazz a fegyvert, hát! Kérem az életet, mert 60-on voltunk. Jó. Ez az. Nice. Na, ez megvan. Egy láda. Hát ami így kéken csillog-villog, azokat tudom szétkaszabolni. De azokat nagyon. Jó, ezt kérem. They have erected an electromagnetic barricade. Maybe expecting UG or cyborg attack, da? Aha, ezt.
Nyisd ki szépen. Na, jó lesz ez, srácok. Ryan, wait. We're igen? Picking up a wireless transmission near your position. From the frequency, most likely an enemy data terminal. Check it out. We may be able to salvage some intel. Aha. Kösz. VR mission. Jó, oké. Okay. Jó, ezeket a menüből is el lehet érni, úgyhogy most nem szeretnék vele foglalkozni. Egy ilyen VR küldetést feloldottunk, hozzáadtunk a menühöz. Oké, okay, és azt mondja, hogy valahol arra kellene menni. Igen, erre. Na. Ugye mondanom sem kell, hogy itt mi lesz. Greetings, cyborg. Meglepetés! Show yourself. Bizony, bizony, bizony. Szia! Ő a második bosszunk. And you are. I am INF prototype LQ84I. Szép név. Pisti vagyok. INF prototype. Interface prototype. All autonomous UGs feature high level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then. What's the meaning of life? Why are we here? Na de ennyi! Szabad ilyet! Azt én nem engedhetem. That's it? Pretty simple thinking for such a mighty... Ez nagyon laza volt. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. Dehogy muszáj. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate! Ez az elég kurva jó. Lejöhetné, haver? Ne. Komoly. Most ilyenkor mi van, haver? Gyere le! Help me.
Ne hívjál már megint embereket! Ja, most nem embert hív. Tényleg. Tehén! Kösz az életet. Na, haver, lejöhetné. Kösz. Na mi van, haver? Most már könyörögsz, hogy hagyjam abba, mi? Előbb kellett volna gondolkodnom. Nem tudod folytatni. Haver, olyan szétszórt lettél. Mi van veled? Oh, Istenem, de jó volt ez a harc, ez kellett. Na, ez egész pofás. Na nézzük, ott van egy ládikó. Tudom, hogy arra kell menni, de én itt láttam egy ládát. Hol van? Ja, itt bent. Engedj már be. Meg itt nem csak láda van, hanem ilyen cucc is, figyelj. Oké, tovább. Ó, hát észrevette, ki gondolta volna. Na, ezek a pajzsokkal kellene valamit kezdeni. Szóval szét lehet törni, oké. Kösz. Szóval, mint mondottam, szétdarálunk mindenkit. Ó, egy rakéta. Meg itt valahol láttam valamit. Ládát? Ládát, igen. Kérem. BP. Még gránát. Ó, oh, hello! Uhú! Kapom! Ah! Nincs baj. Csak három helikopter. Nice. Már kezdtem aggódni, hogy nem ütközök ellenállásba itt a hídon. Na gyere! Hú vagy! Anyádat! Ja. Ez baj! Hogy szedjek le egy helikoptert? Erre biztos, hogy van valami
Egy megvan. Valahol még van kettő elvileg, mert három helikopter szádasat itt felettem. Na, egy pillanat, mert... rakétából kifogytam az előbb, és problémát jelentett nekem. Jó. Ezt, kösz. Gránát volt benne. Nem, nem. Csak és kizárólag erre tudok menni. Figyeld be a sasmadara! Hoppá. Sorry, hogy olyan szétszórt lettél. Jaj, hogy haver még él. Tö. Csak él, tö. Oké. És ez az emberre tudok valamit kezdeni? Nem. Elfáradt, lepihent. Vagy legalábbis remélem, hogy nem én kaszaboltam meg. Ó, figyeld már, mi van itt? So that's where they're holed up. Some kind of electronic lock on the gate. Most likely it opens only if you have the right ID data stored in your left hand. Perhaps you could find a cyborg with access and borrow it? You see any cyborgs around here, Doc? Why not double back? Check the vehicle route again. You know, back at the entrance to the old city. Who knows? Maybe you can hitch a ride. Most likely platoon commanders carry correct ID data for the gate. Use enhanced mode to figure out who to hit. Jó, majd használom, csak előbb ide elnézek, jó? Kíváncsi vagyok, hogy mit találok itt. Ne menj le! Ez mi az Isten? Ezek honnan kerültek elő? Ja, tudom, jó, leesett. Tehát az egyiknek a keze kell ahhoz, hogy ki tudjam nyitni a kaput. Kösz. Na, mint a szükségem lett volna életre, meg ilyenekre. Oké, de a fókuszomat feltartotta. Á, itt van még egy mókaficek. Erre csak. Itt a kéz. Neki kellett a keze, itt van. Na. Na, minden nap dicsérik meg az embert azért, mert felszeletel 20 embert. Mi? De ott volt egy láda. Ja, hogy akkor itt is rá tudtam volna jönni. Csak itt végig el tudtam volna így szaladni. Ó, értem. Jó, hát figyelj, most a kaput ki tudom nyitni. Na, a kaput ki tudom nyitni, figyeld. Oké. Na. Nani? Jó, szóval te ilyen keményebb, ilyen jóska vagy. Hopp. Figyeld már, halott kéz nélkül, és még nem adja fel, ilyen gyaloggalop.
Egyezünk ki egy döntetlenbe, mi? Kérem. Ezt is. Ilyen gyaloggala, komolyan mondom. A se keze, se lába a csávónak, de még küzdene. Ezt is. Úgy néz ki, hogy tiszta mehetünk tovább. És most? Ládikó. Menj már innen! Látnék. Igen. Itt is egy ilyen VR küldetéses dolog. Azt is akkor adjuk hozzá menihet. Oké. Akkor főfelé. Kérdés, hogy hol. Itt. Hát gondolom, itt is rá tudtam volna ugrálni. Ne, ne! Raiden, hogy ilyen gyorsan rohangálsz, hogy te ilyen fürge vagy. Fürke róka lábak. To get to the plant, first make your way to the hotel roof. Jó, felmennék én a tetőre, hogyha nem pofáznál annyit. Na. Úgy. Ott is egy ládikó. Az a baj, már nem emlékszem, hogy mi vár rám. Hát azt a kívül. Ja. Mi nem tetszett neki? 8200-szoros zoom, az gyönyörű, hallod? Ugye a holdig ellát. Hello, öreske. Uha. És tudja, hogy itt vagyok. Igen, igen, a szívverésünk egy picikét megugrott. I'm heading to the refinery. Azt mondja, csak kikerültem golyót. Mert ez ilyen mindennapos, így a golyókat kerülgetem. Na jó. Szépen. Ezen a területen még végig kellene, hogy menjek. Szevasz! Nani? Jó, azt ott fent el kéne, hogy kapjon. Fel, menj fel, úgy. Na, menj már! Igen, meg pont akartam mondani, hogy életet is kellene, hogy töltsek. Mi az Isten?! Tehén! Au. Erre a tehére most nem számítottam. Oké, itt vannak ládikók. Ez az. Ez az. Akkor menjünk vissza a tetőre. Tehát jól vissza tudok még, vissza hát.
És azt mondja, hogy ott sétálgat egy ember. Egy maga van? Ja. Úgy néz ki, hogy igen. És azért a ládáért, hogy jutok fel. Mert ott van egy láda. Valahol. Ott. Ja, így. Easy. Jó. De túl nagy a plac, erre emlékszem. Kösz. Erre itt pont emlékszem, hát ez sem véletlen van itt. Ott is egy láda. Az hol? Bent. Nem láda ez. Megrúg, azt megszédülök. Jó, kösz. Na. Hú. Szóval jól emlékeztem, hogy jól láttam, hogy van itt láda. De ez itt ennyi? De ott még mindig van. Ott. Vagy az itt van a romok mögött. Miért kell így elrejteni valamit? Jó. Na, oké. Azt mondja, ez az ajtó kell nekem. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. De itt nem kellett volna, hogy legyen valami nagyobb harcnak. Hey. Vagy a tehénnel keverem azt a nagy harcot? Lehet, hogy a tehénnel. Right. The cliff is just ahead at the end of the old city. Aha. Beyond that is the refinery's backyard. So what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No. It was only built 2 years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence. But probably you can cut your way through. Probably. Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there. Aha, jó. Akkor már megyünk is. Hello, I am, megérkeztem. Bekopogok illedelmesen, ahogy kell, jó? Bonyol van. Ó, ezek újfajta ellenfelek. Dobbál el magadról, mert robban! Dobbál el magadról, mert robban, 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 robban! Watch out! They keep on coming! Szállj már le rólam! De mi ez, hogy egy ütéstől azt megszédülök? Kösz, hogy leütötted róla. Ezt kérem. Na. Ej, az anyja. Jó, ez nagyon szarul ment. Na, látszik is az értékelésen.
Oké, okay, most találjam ki, hogy hova kell mennem. Oda fel. Lesznek ilyen... Oké. Dolceyev and his team must be in here. Find him. Jaj, csukló. Ja! Én kis naív buta meg azért akartam. Ja, ott az a láda az. Az akkor ezek szerint ott marad. Ott, a konténer tetején. Oké, és... Hát itt ezek szerintem ott maradnak. Állj! Itt vannak ilyen hülye lézerek. Szerintem belelmentem. Ja, Ninja Runnal egyébként ki lehetett volna kerülni. Jókor szólsz, Boris! Most már késő. Ez a láda, ez nekem nem kell. Ezt nyissa szépen. Ó, erre 3 pontot már látok a radaron. Ezt én tudom vágni. Nem, ezt nem. Ninja Runnal nem kellett volna ezen el... Jézusom! Kösz az életet! Anyára! 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 Ezek kemények! Na jó van! Hol a rakétás? Ne szórakozzál itt velem! Nélkül, ha-ha. Ennyi vagy? Kapták. Ne szenvedj, haver, inkább könnyítek rajtad. Láss ki, nem vagyok én olyan szívtelen, mint amilyennek én néha látszom. Na. Állj. Nem kell az oda. Meg az se. És kaptam érte acsit.
Én azt hittem, hogy már nem fogok kapni a csita játékban, de ezek szerint igen. Hey. Na. Nyissad hát. Aha. Taholnyba föl kell menni. Á, és itt a leányzó. Tehát az a... Jack the Ripper. No one calls me that anymore. Dolsaev, where is he? I can show you a better time than that, crusty old bear. You're in charge here. I am Mistral. The cold wind of France. France. And you, your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. A natural born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know. I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see? Cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family. Everything. Oh, még majd mindjárt megsajnállak. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. Ő a következő bosszunk egyébként. De nyilván kitaláltátok már. Proud of that, are you? What happened, happened. Ez az, vetkősz. My enemies fell like domino. One after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. Igen, ezek a golyók, az mind az övé. I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then I met him. Who? And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. Still? And if I must kill to protect them, then so be it. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. Ay ay. Hány pasit ki tud elégíteni egyszer? Ez jó arc lesz. Na! Anyád. Hahahaha
enjoy this. A present from me. Akadj már le rólam! Faszki! Mász már le! Jézusom! Kapom, mint a kurva élet! Igen, elég látványos ez a harc is. Bent a blokk. Akadj már le, hát! Gyere le! Ez az! Ez! Mistro, report! Your vitals are dropping! I lost. So this is how they felt. What? Dying. Far cause. Wait. No. Hold on! I am sorry. He was... too much. I do not need apology. I need you alive. But... I know... you will never fall. Jól látom, hogy a csajszi 198 magas. Jeez. Csak önvédelem volt. That's rich coming from you. It's overdose, I am. Surrender. A tétra volt szokítszint. Translation. Why would I surrender? We are exactly where I want. Shit. Built with Russia money. To make Russia money. It is no plan for Abkhaz. It is their present!
not now, they will be free! Ay, ay. Ha látod, hogy mi történt, fasznak, kérdezed? Na. Ez a fejezet is megvan. 7000-é. Nice. Tovább. És megkaptuk a Chaisinak a fegyverét. Ho-ho, azt figyeld. Na. Tovább megyünk. És igen, customize. Hát testre lehet szabni a Raident. Na nézzük. Azt mondja, a skilleknél. Jézus úristen. Okay. Jó, 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 nyugi van, nyugi. Main weapon, tehát azért... Azért ez nem semmi kard lehet. A Fox Blade, na mindegy, a saját kardunkat. A Strength... Az jöhet 6000-ért. Meg még 6000-ért a... hát... Ez is menjen rá, jó. Azt mondja, hogy a secondary weapon. Jó, hogy 10000-ért, tehát megkaptuk a fegyverét, de mégse. Hát köszi játék, tényleg. Élet, 8000, ászta mindenit. Jó, akkor fuel cell. Ez is 8000, a francba. A bodynál mi van? Ja, a skinek vannak. Hát én nem akarok más skinekkel játszani. Jó nekem az eredeti. Oké, hát végül is azért úgy fejleszgettünk ezt-azt. Jó, jöhet akkor a következő pálya. De azt már majd a következő részre hagyom, csak megvárom, hogy elinduljon. Na nézzük, hogy mi vár ránk a következő videóban. So you got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah. Mi ez a ruha? Well, just get into the sewer system ASAP. Egyébként ezt a ruhát unlockolni lehet. Anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI. Oh, figyeld már, ez a kutyú. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Amusing on two levels. Let's go. Nagyon gyorsan vedd le ezt a ruhát. Mi volt az az art? It's Raiden. I'm in the sewer system. No. All right, let's get started.
Your mission's to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Yeah. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. Lopakodjak be a laborba! Jó embernek mondod a lopakodást, hello! Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers. So, you know, watch out. Meanwhile, black crocodiles? Could Croc-i. They be talking about UGs? Maybe just an urban Milyen legend. Krokik? Én nem is emlékszem itt krokodilra. Be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. Én nem emlékszem, hogy itt lenne krokodil. Na de jó van, srácok, én elköszönök tőletek, elég hosszúra sikeredett ez a rész, nem gondoltam volna, hogy jó másfél órás lesz az első videó a végigjátszásból, azt sem tudom, hogy mit akarok hova pakolni. De hát remélem, hogy tetszett nektek a végigjátszásomnak az első része. Én iszonyatosan élvezem, tehát már kellett nekem nagyon egy ilyen pörgős játék, meg ilyen akciódús, meg látványos, ahol csak megyek és megyek, és kaszabolok. Nekem ez már nagyon hiányzott. Mondom, a Devil May Cry 5 óta nem éreztem ezt az érzést játékkal kapcsolatban, amit én most átélek. Úgyhogy remélem, hogy nagyon tetszik nektek, hogy játszom, és maradjatok velem a következő részben is, mert folytatni fogom nem sokára. De addig is szevasztok. Ja, és tudjátok, ne felejtjétek, hogyha tetszett a videó, like, komment, feliratkozás, kis csengő. Szevasztok!